Egy ezüst és két bronzéremmel minden idők legeredményesebb világbajnoki szereplését zárta a magyar Muay válogatott Mexikóban. A júliusi Európa bajnokságon így nem is lehet más a cél, mint egy aranyérem. Vendégem a VB ezüstérmes Pét Norbert. Szia, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Hát először is gratulálok, mert ugye most említettem egy ezüstöt és két bronzot, de azért az nem mindegy, hogy milyen kategóriában született, és a tiéd az elit kategóriában, míg a másik kettő a B csoport B kategória. Mit jelent ez az elit kategória? Így van, egy ország két versenyzőt delegálhat egy súlycsoportban, ez A és B kategóriára van bontva. Ugye A kategóriába a helyi nemzeti bajnok indul, B kategóriába pedig a második helyzet. Na és milyen volt most ez a verseny? Mert hogy, mert hogy azért eddig is voltak már jó eredményei, de azért nem az A kategóriában. De most olyan ellenfelekkel találkoztam, négyszeres világbajnok, sokszoros Európa bajnok, egy fehér orosz, ugye ő volt a döntőben az ellenfeled. Igen, előtte pedig az ukrán srác, akivel bonyolztam, ő 17-ben megnyerte a World games szóval az is nagy skal volt, ráadásul a második mérkőzésem volt, elég az a én jártunk még a világbajnokságnak. Ö, hát elképesztő volt, tényleg ugye első álkotik érményem, élményem, és hogy a, a döntőig tudtam menni, ez nagyon, nagyon szuper volt. Miben volt más, mint a korábbi versenyek? Mi, mi, mi volt az, ami most ennyire vittéket előre? Talán jobban kijött az, hogy a ákutagúriában rutinosabb, eszesebben, kicsit ö, kimértebben, letisztultabban dolgoznak a versenyzők. Ö, én is inkább észszerű ügyességgel, technikával szerettek dolgozni, és ez nagyon kijött a, ezek a ellenfelek ellen. Mi a te erősséged? Mi az, amiben a legjobb vagy? ugye itt kézzel és lábbal is kell ö, ütéseket bevinni, melyik az, amit te úgy érzel, hogy neked a legjobb? Szerintem elég komplex a bunyón, jobb kézre és bal kézre is, tehát váltom az alapállásaimat, ö, és talán az, hogy fejben, fejbe vagyok, mikor, mi lehet, ö, és, és talán ez. Ugye azt mondjuk, hogy, hogy minden idők legeredményesebb VB szereplése volt ez, mi történt az elmúlt időszakban? Mert azért itt jócskán történt a sportákban változás. Igen, ö, a szövetségnek nagyon sok minden köszönhető, amióta a Ványász Adrián és Szabó László ö, kezében vannak ezek a dolgok. Azóta rengeteg szemináriumot, edzőtábort, sparringokat rendeznek. Régiókra lettek bontva az országban a, a box, és, és nagyon jól lehet így haladni. Mi az, ami neked, amit, amit neked adott, amivel többet adott, mint korábban? Tehát mi az, amit ilyenkor tanulsz? Mi az, ami, hogy most elmondjuk, hogy régiókra vagyunk osztva, jó, de ez számodra mit jelent gyakorlatilag? Az, hogy több lehetőségem van készülni olyan versenyzőkkel, akikkel megszituáció közeli helyzetet tudok kialakítani, a sparring partnerek, a kesztyű partnerek a, a fontosak számomra, és, és ezekben a táborban megtalálom ezeket a. Mert hogy eddig edzettél egyedül, és, és nem volt lehetőség találkozni velük, nem lehetett felhívni őket, az edződ nem mondta az hogy találkozz ezzel, azzal? Ö, hogyha volt is ilyen lehetőség, az egy 5-6 fő, de ilyenkor Tatabányán a, az Adriánnak a termébe össze van hívva az ország számos pontjáról a legjobb ö, tájboxolók. Ugye két éves megbizatása van, ha jól tudom, Adriánnak, amit elvileg itt a VB után lejárt most. Hát ezek után azt gondolom, hogy itt mindenképpen ö, folytatás lehet. kérdeznek -e titeket ilyenkor? Engem nem kérdeztek, de, de szerintem mindenki tudja és a választ, hogy mit gondolok. Elképesztő ez a munka, amit csinálnak, és, és be is érett a gyümölcse, úgy látszik. Mennyiségileg mennyivel több az egyzésed, mint korábban volt? Ö, nem több. Ilyenkor a felkészülések alatt ö, a hírköznaponként napi kettőt edzem plusz még szombaton van egy biciklim, vagy, vagy valamilyen más mozgás. De azt mondtad, hogy technikailag is nagyon jó mozgásod van, tehát akár két alapállás. Honnan lehetett ezt megtanulni, vagy ez már meg korábban, vagy, vagy, még ebben az évben, ebben az idényben, amióta ő szövetségkapitányként itt van mellettetek, azért tőle is lehet technikai újdonságokat szerezni? Adriántól a úgynevezett klincs, amikor kapaszkodunk, összekapaszkodunk a partnere Ebből a ö, szituációból térdel és könyökkel lehet ö, dolgozni, legalábbis kell. És Adrián nagyon sokat jár edző edzőtáborozni, ahol a tájmesterektől el tudja lesni azokat a, azt a kis pluszt, ami, amire szükség lehet egy ilyen világverseny, és ezt tudjuk gyakorolni ezekben a válogatott táborokban. És ti is el tudtok jutni? Tehát ezek a lehetőségek nektek is adottak, vagy ezt inkább ő hozza? Ezt Mennyire van lehetőség hozzam? az, hogy, 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 külföldre menjetek, akár ugye tájföldre? Egyre több magyar versenyzők ki tud jutni, és, és ilyen szempontból is fejlődik ez a dolog, mert, mert, egyre, több lehetőséget adnak a versenyzőknek. Ugye említettük már ezt a, ezt a fehér orosz versenyzőt, akivel döntöztél, ugye ő négyszeres világbajnok, EB címvédő, de a pontozás alapján ugye a 30-27, azért nagyon szoros lehetett. Tehát nem tükrözi azt, hogy ő mekkora tudással rendelkezik. Hát azért minden menetet elhozott szóval. öt pontozó bíró van, és lehet, hogy minden menet úgy csúszott, hogy három-kettő arányba, ami végül is nem nagyon nagy diffi, de de akkor is egy egyhangú lesz a végeredmény. Szóval attól, hogy egyhangú pontozással veszít valaki, nem feltétlen volt annyira egyhangú az a mérkőzés. Uh, ugye azt említettem itt az elején, hogy jönni júliusban az Európa-bajnokság, és akkor persze várnánk egy VB után az aranyérmet. Igen, ám de ezek a félrossok ott is ott lesznek. Igen, de ő pont nem, mivel állami, állami kézben van nekik ez a dolog, hogy melyik versenyeken indulnak, és az adott felkészülésük alapján is döntenek arról, hogy melyik versenyen indulnak, és most ő nem lesz az elvény. Na hát akkor, akkor meg lehet ez az arany, nem? Nem, meg lesz. Meg, meg lesz? lesz. U, nagyon ezen... nagy nagyon, nagyon az önbizalom, meg van ezek szerint a bátorság. Hogyan készülsz addig? Ugyanúgy a napi kétedzése, lesz megint egy pár napos tábor még, 16-17-én azt hiszem, és, és a szokásos processz csinálom még azt mond meg nekem létszes, hogy mennyire vagytok egységes csapat. Mert ugye egy is sportról beszélünk, de azért valahol mégiscsak kell a társak buzdítás. Öten mentetek ugye Mexikóba, és azért azt lehetett hallani, hogy ez egy nagyon jó kis csapat. Mitől ilyen jó csapat? Talán és mennyire ezt... tudjátok buzdítani egymást? Uh -huh. Nem is első világban, nem is első világversenyünkön voltunk együtt, ez is azért kicsit segít az összekovácsolódásban és a táborban is ugye együtt dolgozunk ezekkel a fiúkkal. Mit tudnak ők segíteni? Tudnak-e ilyenkor, vagy nekik ugye a saját dolgokra kell koncentrálni, vagy azért ott tudnak lenni, hogy biztassanak? A hát csapatként működtünk nagyon-nagyon erősen, mindig segítettük azt, akinek éppen versenyeből próbáltuk feltolni a másikat lelkileg. Igen, nagyon jól, jól működtünk csapatként. Akkor még egyszer gratulálok ehhez az ezüstéremhez, és hát várjuk az Európa-bajnokságot. Nagyon szépen köszönöm. Mi is.